tantermi iskolakezdés halasztva. Február 8-áig még mindenképpen marad az online oktatás, ezt a helyi önkormányzatok sem bírálhatják felül. A második fél évről pedig a járványhelyzet függvényében döntenek. Túl magasan a léc. Magyarok számára vannak elérhetetlen posztok Romániában. Az üvegplafon nem csak nemi egyenlőségi kérdés. A szabadság ma is aktuális. A Madéfalvi veszedelem emléke is arra figyelmeztet, hogy az önszerveződéssel, a közösségépítéssel és a párbeszéddel tehetünk a szabadságunkért. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Február elején lehet elfogadott költségvetése Romániának. Erről Florin Cîțu miniszterelnök számolt be a szerdai kormányülés végén. A prioritásokat is ismertette a kormányfő. Elkezdett dolgozni az idei költségvetés tervezeten a kormány. Ezt Florin Cîțu miniszterelnök jelentette be a kormányülést követő sajtótájékoztatón. A kormányfő elmondta, arra kérte a szaktárca vezetőket, hogy készítsenek egy átfogó elemzést arról, hogy melyek azok a fejlesztési tervek, amelyek még idén kivitelezhetők. Mi több, az olyan minisztériumok vezetőitől, amelyek alárendeltségében állami vállalatok vannak, azt várja el a kormányfő, hogy teljes rálátást kapjon azok pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Cîțu egyébként már korábban is hangsúlyozta, hogy csak azok a veszteséges állami vállalatok részesülnek majd támogatásban, amelyek bemutatnak egy átszervezési tervet. A miniszterelnök ugyanakkor elmondta, az általa vezetett kormány mindenek előtt a befektetésekre összpontosít. A költségvetés elfogadása előtt még senki nem végzett ilyen jellegű elemzést. Én világosan fogalmaztam, reformot akarunk. A közpénzt nem költjük el ész nélkül, ezért van szükség erre az átlátható elemzésre. Ugyanez a célkitűzés a beruházásokkal kapcsolatosan is, azokat a befektetéseket finanszírozzuk, amelyeket idén meg lehet valósítani. És nem akarunk pénzt elkülöníteni csak azért, hogy nagy számokat mutassunk. A kormány egyébként azt javasolja, hogy a parlament február 4-én fogadja el a költségvetést. A kabinet idén 7%-os államháztartási hiánnyal számol, amelyet 2024-ig 3%-ra kíván csökkenteni. Ha a járványhelyzet megengedi, február 8-án megnyitják a tanintézményeket. Ebben egyezett meg ma Szorin Kümpeanu tanügyminiszter az ágazat képviselőivel. Bár várják a hagyományos iskolakezdést, online oktatásban fejezik be az első fél év hátralévő három hetét a diákok. Szorin Kümpeanu tanügyminiszter ma a tanárok, a szakszervezetek, a szülők és a tanulók képviselőivel egyeztetett. Az érintettek azt kérték, ha a járvány alakulása megengedi, február 8-án nyissák meg a tanintézményeket, és a második fél évet kezdjék hagyományos módon. A miniszter közölte, a döntést február 8-a előtt legalább egy héttel meghozzák. Kifejezték abbéli óhajukat, hogy február 8-án a járványhelyzet alakulása függvényében hagyományos módon kezdődjön a tanév. Megértették a tanulók és a tanárok egészségvédelmének és a rizikofaktorok csökkentésének fontosságát, akár csak a tananyagpótlás szükségességét. Megállapodtunk abban, hogy egyetlen forgatókönyv sem kizárt, és ennek alapját a január végi járványhelyzet elemzése képezi. Természetesen a fertőzési arányra és az oltáskampány alakulására gondolunk. A felügyelőségeknek január 15-éig kell elküldeniük azon pedagógusok jegyzékét, akik bekívánják oltatni magukat koronavírus ellen. Mint mondtam, azt szeretnék, hogy minél többen éljenek a vakcina lehetőségével, anélkül, hogy az kötelező lenne. A tárcavezető elmondta, rögzíteni fogják a kimaradt tananyag pótlásának ütemtervét is. Szerinte a pótlás nem csak azok esetében fontos, akik idén felvételiznek vagy érettségiznek. A tárcavezető ma a tanügyi szakszervezetek, az Országos Diáktanács, az Egyetemista Egyesületek, a Rektorok Országos Tanácsa és a szülők képviselőivel találkozott. Az egyeztetésen a tanintézmények megnyitása mellett szó volt a tanárok teljesítmény alapú bérezéséről, illetve a diákok és egyetemisták ösztöndíjáról is. Egy új, eddig nem létező talajtörvény lépett életbe Romániában, amellyel szeretnék megelőzni a termőföld gyengülését, ökológiai funkciójának módosulását. A képviselőház mezőgazdasági bizottságának alelnöke úgy véli, ezzel a rendelettel a következő generációnak is megteremtik a lehetőséget, hogy jó minőségű termőföldön gazdálkodhasson. Előzmények nélküli talajtörvény lépett hatályba Romániába. Az új jogszabály a talaj használatára, konzerválására, feljavítására, védelmezésére vonatkozó tevékenységeket foglalja jogi keretbe, illetve megakadályozza a túlzott vegyszerhasználatot.
A mezőgazdasági bizottságban alelnöki tisztségben dolgozó Magyar Lóránt Bálint megkeresésünkre elmondta, szerinte szükség van egy ilyen törvényre Romániában, mely egységes keretbe foglalja azokat az intézkedéseket és akciókat, amelyek révén megelőzhető a talaj leromlása, ökológiai funkcióinak módosulása és tisztázódhat a talajvagyon. Én úgy gondolom, hogy ezáltal meg tudjuk akadályozni azokat a természeti jelenségeket, például a koróziót, ami egy jellemző folyamat, ami lejátszódik, illetve szabályozni tudjuk azokat a káros vegyszerhasználatokat, túlzott vegyszerhasználatokat, műtrágyahasználatot, amelyik minden egyes esetben a termőföldet károsítja. Kiemelte, az erdélyi gazdák vigyáznak a talajra, ez a törvény leginkább Erdély déli részén levő területeken hozhat látványos eredményeket, ahol erre kevesebb figyelmet fordítanak. A törvény megszegése körülbelül 50 ezer lejes pénzbüntetéssel járhat. Továbbá a rendelet tartalmazza az irányvonalakat, illetve a helyi, megyei és országos szintű hatóságokat is, akik a szabálybetartását ellenőrzik majd. Románia az összes állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajtól, nemzetiségtől függetlenül. Ez áll az ország alkotmányában. Ám ha vezetői tisztségekről van szó, ez az elv nem mindig érvényesül. Összegeztünk 15 olyan tisztséget, amelyet a rendszerváltás óta eltelt 31 évben nem tölthetett be magyar nemzetiségű személy. 1996 óta, amikor az RMDSZ először indított államfőjelöltet, nem volt példa arra, hogy a magyar jelölt bejusson akár a második fordulóba. A sokkal kisebb német közösség Klaus Johannis személyében már adott államelnököt Romániának. Igaz, ő ennek érdekében kilépett a Német Demokrata Fórumból, és a Nemzeti Liberális Párthoz csatlakozott. De nem csak magyar államfője, magyar miniszterelnöke sem volt 31 év alatt Romániának. A parlament két házának az elnöki tisztségét sem tölthette be magyar ember. Ugyanez igaz egy sor tárcavezetői pozícióra. A belügy, a külügy, a hadügy, a pénzügy, az igazságügyi vagy éppen a tanügyminisztériumot soha nem vezette még magyar ember. De a Nemzeti Bank, az Alkotmánybíróság, a titkos szolgálatok vagy a korrupció ellenes ügyészség élén sem állt mindeddig magyar nemzetiségű román állampolgár. Nem ennyire fajsúlyos intézmény, ám mégsem vezethette mindeddig magyar ember a Maros megyei prefektúrát. A rendszerváltás óta Maros megyének közel 20 prefektusa volt, közülük egy sem volt magyar. 31 év után megtörhet a jég, az RMDSZ az új kormánykoalíció tagjaként 5 megyében kaphat prefektusi széket. Kérdés, hogy Maros megye közéjük tartozik-e, vagy még várni kell arra, hogy a 35%-ban magyarok által lakott megyének magyar prefektusa legyen. A romániai állampolgárok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a nők és a férfiak egyenlő jogokkal rendelkeznek. Ez derül ki egy friss felmérésből, amelyet a Fenntartható Románia elnevezésű program keretében készítettek. A romániaiak 86%-a gondolja úgy, hogy a nők és a férfiak egyenlő jogokkal rendelkeznek. A felmérésből, amely az esélyegyenlőség társadalmi megítélésének céljából készült, az is kiderül, hogy a válaszadók csak nem 3/4, konkrétan 73%-a úgy véli, hogy nem számít a munkaviszonyban a munkavállaló neme. Mindössze 7%-uk részesíteni előnyben a férfi kollégákat, míg 10%-uk a női kollégákat. A felmérés készítői szerint a válaszadók eloszlása ebben az esetben azt tükrözi, hogy létezik a nemek közötti egyenlőség, legalábbis elvi szinten. Rákérdeztek a nemek közötti egyenlőség fontosságára a gazdaságban, a demokráciában és a személyes kapcsolatokban is. A megkérdezettek 89%-a úgy véli, hogy az esélyegyenlőség fontos a gazdaság számára, 90%-a tartja fontosnak a demokrácia szempontjából, míg 91%-uk véli úgy, hogy jelentősége van a személyes kapcsolatokban. Próbáljuk nevelni az embereket. Próbáljuk nevelni, és próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy az esélyegyenlőség az az egyik legfontosabb ismérve a demokráciának, és látjuk, hogy ugye most voltak parlamenti választások, és én úgy tudom, hogy kevesebb, mint 15% nő van a parlamentben most is, úgyhogy itt még nagyon sokat tennivaló. A megkérdezettek ugyanakkor határozottan elutasították a nők elleni erőszak minden formáját, noha a statisztikák azt mutatják, hogy a nők bántalmazása a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség leggyakoribb megnyilvánulása. A válaszadók viszont már sokkal konzervatívabbak a nemi szerepek tekintetében. 79%-uk egyetért abban, hogy a nők nagyobb valószínűséggel döntenek érzelmek alapján, 76%-uk szerint a férfi legfontosabb szerepe a pénzkeresés, és a megkérdezettek 83%-a szerint a nők legfontosabb szerepe az otthon és a családgondozás.
Módosulnak idén a parkolási díjak Kolozsváron. A városnegyedekben kizárólag az infláció mértékével emelkednek a díjak, a belvárosban viszont méregdrága lesz a 2 óránál hosszabb tartózkodás. Január 1-től Kolozsváron is módosultak a parkolási díjak. Az önkormányzat továbbra is a belvárosi közlekedést szeretné csökkenteni, emiatt jelentősen növelték a főtér környékén a parkolási díjakat. A belvárosban kizárólag az ott lakók válthatnak parkolási bérletet, ezt havi 26 lejért lehet kiváltani, tudtuk meg a Kincsesváros alpolgármesterétől. A negyedi parkoló díjak és bérletek összege csak az infláció arányával változott. Ami a központban történő parkolást illeti, itt egy fél órás parkolás most már 4 lejbe fog kerülni, illetve aki több mint 2 órát szeretne városközpontjában parkolni, több mint 16 lejt kell fizessen. A városközpontban, vagyis a 2-es számú övezetben a parkolási óradíj nem változott számottevően. 1 óra 3 lejbe, 2 óra 6 lejbe, 4 óra 12 lejbe kerül. Egy havi parkolóbérletért magánszemélyeknek 100 lej helyett 104 lejt, cégeknek 140 lej helyett 146 lejt kell fizetniük. A városnegyedekben a tavalyihoz képest nem nőtt jelentősen sem a parkolási óradíj, sem a parkolási bérlet értéke. A városnegyedekben lévő parkolóházakban magánszemélyeknek az éves bérlet 115 lejbe kerül. 2021-ben az adók és illetékek is csak az infláció arányával emelkednek, így mindössze 3,8%-kal kell többet fizetni. Akik március 31-éig kifizetik a helyi adókat és illetékeket, 10%-os kedvezményben részesülnek. A Szikulicidiumra, a madéfalvi veszedelemre emlékeztek január 7-én Madéfalván. 257 évvel ezelőtt a császári katonaság által védtelenül lekaszabolt csíki és háromszéki vértanúk tiszteletére állított emlékműnél sokan összegyűltek imádkozni, elhelyezni a kegyelet koszorúit. Ez a szakrális hely nem csak a székelyeké, hanem egyben az egész nemzetünké. Erre mindannyiunknak büszkének kell lennünk, mondta beszédében Potápi Árpád, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, kiemelve, hogy a magyarok minden nehézség ellenére megmaradtak, megőrizték önazonosságukat, nyelvüket, hagyományaikat. Emlékükre 1905-ben állítottak 13 méter magas, turulmadaras kőoszlopot. A szabadság egy olyan fogalom, amely nem mindig biztosított, hanem azért minden nemzedéknek, vagy akár évről évre is meg kell küzdeni. És amikor magyar szabadságról beszélünk, akkor minden nemzetrésznek ki kell állni minden nemzetrészért. Madéfalván minden év elején, január 7-én arra 200 székelyvértanúra emlékeznek, akiket 257 évvel ezelőtt Mária Terézia idején kivégeztek. A vérengzést követően székelyek tömege hagyta el otthonát, menekült Moldvába. Itt 1764-ben gyűltek össze akkori térségi vezetők, helyi emberek, hogy tanácskozzanak, és valójában próbálják megszervezni magukat, próbálják megmenteni azt az alapvető emberi jogokat, ami jár, úgymond a szabadság, és nekünk, a madéfalvi embereknek ezt üzeni az 1764. január 7, hogy tenni kell a közösségét, és az eszköz az továbbra is a párbeszéd, az egymás odafigyelés kell legyen. A nagyszámú megemlékező jelenlétében zajló ünnepség végén politikai, civil és egyházi szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit az emlékmű lábánál. A lakossági észrevételek és panaszok nyomán egy újabb műjégpályát hoznak létre Marosvásárhely központjában, mondta el híradónknak Sós Zoltán polgármester. A létesítményt várhatóan a jövő hét második felében nyitják meg. A közösségi médiában több panasz is érkezett a Marosvásárhelyi középkori vár udvarán létesített jégpálya zsúfoltsága miatt. A járványügyi intézkedések miatt ugyanis egyszerre csak 90 főt engedhetnek be a 600 négyzetméteres területre, ez pedig hosszú sorok kialakulásához vezetett. A polgármesteri hivatal rövid időn belül reagált a helyzetre, új pályát hoznak létre a városközpontban. Fontosnak tartottuk, hogy kibővítsük ezt a szolgáltatást lévén, hogy a sürgősségi helyzet miatt nagyon sok ember nem tud elmenni máshova, vagy a gyenge tél miatt szintén, tehát nem tudnak se külföldre menni, téli sportolni,
Ezért ez a pálya nem bizonyult elegendőnek, és a jövő hét második felében megnyílik egy újabb 600 négyzetméteres pálya a színház téren. A polgármester hozzátette, az elmúlt években két egyenként 300-300 négyzetméteres pályát hoztak létre, idén ezeket összevonták, így jött létre a Várkertben kialakított pálya. A színháztéri pálya kialakításával tehát gyakorlatilag megduplázzák a műjégpályák összterületét. Tető alá került, és már a belső munkálatok zajlanak a csíkszeredai összefogásházában. A Hargita megyei mozgássérültek szervezete 3 éve kezdte el álmai megvalósítását, egy olyan közösségi ház építését, ahol találkozhatnak, kikapcsolódhatnak, képzéseken vehetnek részt a mozgásukban korlátozott emberek. Az épületben műhelyek is lesznek, ahol a szervezet fenntartásához szükséges anyagiakat teremtik elő. Irodák, gyertyaöntő, műhely, varroda, közös konyha, közösségi tér mellett szolgálati lakások is lesznek a most készülő kétszintes épületben. Az összefogásházát a mozgássérültek érdekvédelmére létrejött egyesület építi adományokból. A 3 éve zajló munkálatokra eddig közel 600 ezer eurót költöttek. Jelenleg a belső munkálatok zajlanak, de már van ablak, van központi fűtés, van csempe, sőt a szobák egy részébe már bútor is került. Hála Istennek, elég jól haladtunk. Be is szerettünk volna kötözni, csak jogilag nem lehetett, mert nem adnak házszámot. Ha nem adnak házszámot, akkor az engedélyeket nem lehet átkérni erre az épületre. Most egy kicsit el vagyunk lassulva, mert fogyóval van a pénzünk. Vannak ígéretek, ha az Isten megsegít, akkor úgy, ahogy eddig is valószínű be fognak jönni, és tudjuk folytatni ezt a szép munkát. A tervek szerint jövőben átköltöznek az új központba a műhelyekkel, irodákkal. Az 1990-ben alakult szervezet a Hargita megyében mozgáskorlátozottsággal élő embereknek próbál segíteni, eszközökkel, közösséggel, információkkal. Körülbelül 2500 tagja van a szervezetnek, és hát járványhelyzetre való tekintettel sajnos az aktivitásaink a bazében nagyon gyengén voltak. Ennek ellenére próbáltuk tartani valamilyen szinten a tagjainkkal a kapcsolatot, Facebookon, e-mailen, telefonon való kapcsolattartás az megtörtént. Rendezvényünk volt, személyes kapcsolati rendezvényünk volt, két sportrendezvényt sikerült megrendezik, a sportom volt a halászversenyt, és hát volt halásnak jó sikere is. A járvány megnehezítette a dolgukat, nem tudtak közösségi eseményeket szervezni, de remélik, hogy jövőben az új épületben lesz hely is, és lehetőség is arra, hogy a társaságra, beszélgetésre vágyók betérjenek egy kávéra vagy programra. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának Grand Hotel Retro Madár című bemutatóját új dátumon, január 8-án 19 órától közvetítik. Az érdeklődők még péntek estig vásárolhatják meg az online jegyeket. A Retro Madár már nem itt lakik, ha őt keresi. Így kezdődik az utolsó próbák egyike a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagy színpadán. A Tompa Miklós társulat tagjai a Grand Hotel Retro Madár holnapi bemutatójára készülnek. Ráduá Frim rendező jelenlétében már az utolsó simításokat végzik. Noha a színészek ugyanúgy készülnek és próbálnak, a munkafolyamat mégis eltér az eddigiektől. Az előadás megtekintésére ugyanis csak online térben kerül sor. Mindenképpen a legnagyobb hiányossága az, hogy nincs ott a néző. Tehát, hogy nincs meg az az élő viszony, ami a néző és a színész között meg tud történni, az teljesen másképp alakít egy előadást. Nagyon nehezítette egyébként a munkafolyamatot is, mert teljesen más színészetet igényel az, hogy nagy színpadon játszik valaki, vagy mondjuk, hogy nem filmnek játszik. Ráduá Frim rendező a Retro Madár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan című darab alapötletéből indult ki. Miuára, aki a 70-es években gyerekként ebben a blokkban lakott, most már felnőttként ér vissza a szülővárosába, ahol a tömbházból már a hotel lett, a neve pedig Grand Hotel Retro Madár, mesélt a történetről Fülöp Bea, aki nem csak szereplőként, hanem rendezőasszisztensként is részt vesz a produkcióban. A felújított hotel történetébe kerül be szintén a Retro Madárból Miuára, aki írónővé vált, meglátogatva a gyerekkora helyszíneit, és arra készülve, hogy egy könyvet fog írni a múltjáról, ezáltal megszabadulva azoktól a gondolatoktól, amik foglalkoztatják és amik szomorúvá teszik őt. Tehát ez az alapötlet, és erre az alapötletre épültek rá a többi szereplők.
A korábbi előadáshoz hasonlóan a produkcióban ezúttal is ötvöződik a színpadi költészet, a humor és a társadalom kritika, amely a Mioárát alakító B. Fülöp Erzsébet szerint olyan érzéseket vált ki az emberből, amelyek miatt mindenképp érdemes végignézni. Nagyon rég nem játsztam ilyen szép szövegeket, játsztam, most ezt idézőjelben. Testesítek meg ilyen szövegeket. Valahogy a rendező lénye nagyon közel áll, úgy érzem, az én lényemhez, és hát bizonyos monológokat nagyon nehéz elmondani, pontosan azért, mert olyan mélység van benne, van bekódolva ezekbe a szövegekbe, amit még én magam sem tudok igazából jól előhívni, de törekszem rá, és nagyon megérint. A bemutató élő közvetítésére péntek este 19 órától kerül sor, jegyeket 19 leért a képernyőn látható weboldalon lehet vásárolni. Ezek számát a nagy érdeklődésre való tekintettel kibővítették. A szervezők szerint a korlátozás az élő közvetítés minőségének megőrzése érdekében történik. Egyre jobb helyezéseket ér el Gyenes Emmanuel a Dakar Rallyn. Sporttal folytatjuk. A feléhez közeledik a Szaúd-Arábiában zajló Dakar Rally. A motorosok versenyében induló Gyenes Emmanuel számára változó eredményekkel. Ha tegnap sokat behozott a korábbi hátrányából, ma ismét nehézségekkel szembesült. A Wadi al-Dawasir és Riad közötti szakaszon történtekről, az előtte haladók megelőzésének nehézségeiről számolt be Facebook videóban a Szaúd-Arábiában zajló Dakar Rallyn induló szatmárnémeti motoros Gyenes Emmanuel. Elmondta, bár végig jól érezte magát, ami az eredményein is végül meglátszott, nagyon oda kellett figyelnie a homok alatt rejtőző kövekre és az előtte haladókra. Az elején volt egy kis problémám, olyan 100-120 kilométert, míg sikerült megelőzek 6 quadost, mert hogy a tegnap volt az a problémám, nagyon hátul rajtoltam, és azokat a kvadosokat még meg tudtam előzni, addig veszítettem egy kis időt, de úgy kockázat nélkül csináltam, tehát mindig kivártam, míg nem volt por, meg biztos voltam benne, hogy meg tudom előzni. Ma a Riad és Alkai Szumá közötti többségében földutat tartalmazó, de ötöd részben dűn és ötödik etapon Gyenes Emmanuel a 33. helyen ért célba, az összetettben pedig a 32. helyig kapaszkodott fel. Bonyolódik viszont a verseny a Malle Moto kategóriában, ahol ezúttal csak a negyedik helyet szerezte meg, az összetettben pedig időt veszített legfőbb vetélytársaival szemben. Itt is visszaesett a negyedik helyre 28 perces lemaradással az élen állóhoz képest. Holnap Alkai Szumá és Hail között bőgnek fel a motorok, a hatodik szakaszon 448 kilométert tesz ki a mért táv. Ezt követően szombaton pihenőnapot iktattak be a szervezők, míg vasárnap Hailból Szakakába ír a mezőny. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.